Reggel 6 órakor mind a 34 szavazókörben rendben elkezdődött a választás. Egész nap folyamatosan érkeztek voksolni az emberek, kisebb sorok kialakultak időnként, de nem kellett sokat várni sehol sem. Az első szavazók kulcstartót kaptak ajándékba. Cegléden a 29.059 választásra jogosult közül 15.631-en éltek alkotmányos jogukkal, a részvételi arány közel 54%-os volt. A szavazatok feldolgozottsága 7:30-8:45-tól folyamatosan érkezett, és szinte minden frissülésnél változott. Hol dr. Lakos Roland, hol dr. Csáki András vezetett. Szoros volt a verseny a két jelölt között. Az adatok 80%-os feldolgozottságánál kezdett biztosabb előnyre szert tenni dr. Csáki András. Akkor már több mint 200 szavazat volt a különbség a javára. A végeredmény az lett, hogy a regnáló polgármesternek, a Ceglédi Lokálpatrióta Klub Egyesület színeiben induló dr. Csáki Andrásnak 6789 választó szavazott bizalmat. Dr. Lakos Roland a Ceglédért Független Egyesület és a Fidesz-KDNP támogatásával indult független jelölt 440 szavazattal kapott kevesebbet, 6349-en tették a neve mellé az X-et. A győztes a 100%-os feldolgozottságot követően érkezett meg a Városházára este 10 óra után. Az első gondolatom nekem is a köszönet, a választópolgároknak a köszönet. Egyrészt nyilvánvalóan azoknak, akik rám szavaztak, de azoknak is, akik elmentek és mondjuk nem rám szavaztak, éltek ezzel a lehetőséggel. Ez szerintem egy nagyon fontos dolog. El kell mondanom, már most el kell mondanom, hogy nagyon nehéz másfél év vár ránk. Ugye közismert az ipari parknak a története, az ott szükségesé váló összegeket vissza kell fizetnünk az államkincstárnak, úgyhogy ehhez én már most kérem az újonnan felálló testületnek a együttműködését, együtt könnyebben fogjuk tudni megoldani ezt a problémát, a felelősséget pedig bízzuk majd a nyomozóhatóságra. Dr. Csáki András hozzátette, ha bár nagyon örül a győzelemnek, lehetett volna szebb is az eredmény. Úgy látszik, hogy a lejárató kampány az meghozta az eredményét, elbizonytalanított embereket a szavazást illetően, amit nagyon sajnálok. Nekem mindvégig az volt a célom, hogy megismertessem a Ceglédi Lokálpatrióta Klub Egyesület programját a választókkal, és mintegy fölkínáljam azt, hogy kérem erre szavazzanak. Miután kiderült az eredmény, dr. Lakos Roland gratulált a nyertesnek, és kameránk előtt is köszönetet mondott a 6379 választónak, aki őt szerette volna látni a polgármesteri székben. Ez a bizalom jele volt. Tudtuk, hogy egy szimpátia szavazás következik. Az én múltam, az én koncepcióm ennyit ért. Nagyon szépen köszönöm azoknak, akik bennem látták a lehetőséget és a jövőt. Ezzel együtt természetesen elfogadjuk a végeredményt, és jó munkát kívánunk a megválasztott új testületnek, élén a régi új polgármesterrel. A polgármester jelöltek közül harmadik helyen Barta Barna, a Mi Hazánk jelöltje végzett. A szavazatok 7,16%-át szerezte meg. Földi Áron az LMP zöldek indulója valamivel több mint 5%-ot kapott. A függetlenként magát megmérettetők Nyúlhajnalka lett az ötödik, 236-an szavaztak rá. A polgármesterek mellett képviselőket is választottak a szavazók. A 10 egyéni kerületből 9-ben a Fidesz-KDNP jelöltje nyert. A győztesek neveit a helyi választási iroda vezetője jelentette be kameránk előtt éjfél körül. Hegedűs Ágota, Rimóci Gábor, Klément György, Imregi Tibor, Károly Ferenc, Szovák Mátyás, Takásné Györe Anett, Kónya Ágnes, dr. Ferenci Norbert és László Ágnes. Ők jutottak be egyéni választókerületből. A nyertesek közül a legnagyobb különbséggel Károly Ferenc, Kónya Ágnes és dr. Ferenci Norbert nyert. A legkisebb szavazatkülönbség pedig a kettes választókerületben volt Rimóci Gábor esetében. A Fidesz-KDNP győzelméről a frakcióvezető dr. Ferenci Norbertet akkor kérdeztük, amikor már lehetett látni az adatokból, hogy sokan folytathatják a munkát a testületben. Köszönjük mindenkinek, akik a Fidesz-KDNP-re adták le a voksaikat. Meg szeretném köszönni a csapatomnak, a képviselő kollégáknak is a munkáját. Az elmúlt időszakban nagyon sokszor mentek, nagyon sokszor járták az utcákat, és nagyon sok személyes találkozáson vannak túl. Ennek megvan az eredménye már most is.
A ceglédi képviselőtestületbe a 10 egyéni győztes mellett a kompenzációs listákról 4-en jutnak be. Előzetes számítások alapján, de ez lesz valószínűleg a végleges, Spinder Bauer Attila Kollár Zoltán, CLK Egyesülettől fog bejutni, Barta Barna Mi Hazánktól és Horváth József CFE. Az új képviselőtestület októberben kezdheti meg a munkát, akkor választhatnak egy, vagy ha úgy döntenek, akár két alpolgármestert is.